Sziasztok! Újra itt vagyunk, ígéretemhez hívem, megmutatom a tormás jégsalátát. Amit eddig előkészítettem, hogy földaraboltam egy fél jégsalátát. Félhez mutatom az adagokat, meg lehet csinálni, el lehet készíteni egész jégsalátából is, de ahhoz méretesebb edényre van szükség. Itt van előttem kiborítva egy kis üveg tejföl, ezt kikeverem csomómentesre. Abszolút nem nagy munka, mehet bele egy kevés só. Nem mondok mennyiséget, mert ízlés szerint én sósan szeretem, de csinyán bánjunk vele. Utólag még mindig lehet sózni. Frissen őrölt bors. Ez itt nagyon fontos, hogy friss legyen, akár mozsárba is össze lehet törni, hiszen most nem főzzük, így nem lesz ideje kiengedni az aromáját, úgyhogy mindenféleképpen friss kell, hogy legyen. Ekkora mennyiséghez én 2 kávéskanálnyi tormát teszek. Ízlés dolga, hogy ki mennyit rak bele. Csemegét használok, bár vettem már csemegét, az volt ráírva, hogy csemege mégis izmos volt, úgyhogy rendesen könnyeztünk. Hát bízunk benne, hogy ez most jó. Elkeverem. Extra és minden hozzávaló nélkül rázúdítom a salátára. Összekeverem. Hogyha vendégek jönnek, hogy szépen tudjuk tálalni, nem kell átönteni másik edényben. Fogunk egy papírt, körbe letöröljük az edényt, akár többször is, de át is lehet önteni egy másik edénybe. A megfaragott levél díszítésként. Oké, tálaljunk. Elég karakteres, intenzív íze van. Van, aki megkedveli, van, aki nem. Extrázni ezt is ugyanúgy lehet. Lehet beletenni pirított virslit, lehet beletenni sárgarépát, reszelt sárgarépát, párolt zöld borsót, kukoricát, csíkokra, apró kockára vágott füstöltarját. Tényleg ez is szintén alap, innentől kezdve bármerre el lehet indulni. Aki nem szereti a tejfölt, nyugodtan készítse el joghurtból is, sima, natur joghurtból, azzal is igazán finom.